tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Tudományban partnerünk a planetology.hu bolygótudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Erzsóval, aki pedagógus, Gergővel, aki geográfus, és Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Planetocast, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Sziasztok! Ez a Planetocast negyedik adása, a mikrofonnál Rezsabek Nándor. A Planetocast mai adásában a szovjet-orosz űrkutatás filmvászon címmel fogunk beszélgetni, és az Egyesült Államokkal egykor hidegháborús űrversenyt futó, de a jelenleg már több szereplős új nemzetközi űrvetélkedésben is meghatározó világhatalom témába vágó filmalkotásai kerülnek majd terítékre. Mindenek előtt azonban köszöntöm műsorvezető társaimat, Bardócné Kocsis Erzsót, szervusz Erzsó! Sziasztok! Valamint Kovács Gergőt, szervusz Gergő! Sziasztok! És stílszerűen indítsuk az adást, a kezdeteknél, az abszolút kezdeteknél menjünk vissza egészen a bölcsőig, és szeretném idézni a nagy teoretikus Konstantin Tsiolkovszki szavait, miszerint a Föld a ráció bölcsője, de nem lehet örökre a bölcsőben maradni. Valaki esetleg oroszul is tudná ezt interpretálni? Zemlya, eta kaliber razuma, nyunyezja vesna zsitv kalibeli. Ezeket a Tsiolkovszki sokszor idézett egyébként, sokszor esetleg kicsit más formában idézett szavait, hogy kell értelmeznünk, vagy hogy jutunk el innen a filmvászonra, ugye a mai előadás tematikája. Mire gondolt Tsiolkovszki? Én nagyon szeretem ezt az idézetet méghozzá azért, mert hogyha olyas valakivel beszélgetek, aki kicsit szkeptikus az abban a térben, abban az értelemben, hogy mi értelme az űrkutatásnak, mi értelme annak, hogy repkedünk az űrben, hogy embereket küldtünk a Holdra, hogy űrszondákat küldtünk a naprendszer számos égi testjére. Én, hogyha már tényleg nem lehet meggyőzni, akkor azt szoktam mondani, amit Tsiolkovszki is mondott, hogy nem lehet örökre a bölcsőben maradni. Egyébként ebben tényleg az a szép, amit Gergő mondott, hogy ez nagyon jól van megfogalmazva, de ugye maga Tsiolkovszki is úgy közelítette ehhez az egész tudományos ismeretterjesztéshez, hogy ő maga mondta, hogy ő szeretett volna az ismeretterjesztésnek a Csehovja lenni, tehát benne megvolt ez a hajlam, hogy egy kicsit költői módon közelítette ez a matematikai, fizikai dolgokhoz. Sőt, hogyha belegondoljuk, ugye ez az űrhajózás atyaként, ugye, ahogy szokták mondani, hogy a Pitagórász tételét, a rakétamozgás alaptételét, ugye a Tsiolkovszki egyenletet köthetjük ugye a nevéhez, és amikor ugye felmerült, hogy erről beszélnénk az olyan a podcastban, én kíváncsi voltam, mert ugye mindig beszélünk, hogy Tsiolkovszki, minden, hogy próbáljuk meg időben, térben valahogy elhelyezni őt. Mert ugye, ez nagy, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ugye a magyar oktatásnak egy ilyen nagyon rákfenéje, hogy tanulsz egy bizonyos dologról, de például fogalmad sincs, hogy kikinek volt a kortársa, kikivel élhetett együtt. Tehát amikor Tsiolkovszkinak 1903-ban megjelent ez a világűr kutatása, ami a sugárhajtási eszközökkel foglalkozott, ugye amiben pont ez a rakétamozgásos alapegyenlet van, tehát hogy tudjuk-e, hogy kik élhettek ebbe az időben. Ugye megjelent Tsiolkovszkinak a műve, és vajon mit történhetek a világban. Kik lehettek azok az emberek, akik ezt például olvashatták egy az egyben. És ennek direkt én most utána néztem, mert rájöttem, hogy ez engem ez érdekel, hogy vajon amikor ugye Tsiolkovszki már ilyen magasságokban gondolkozott, ugye amiről talán fogunk is beszélni, hogy mik ezek a kozmikus rakétavonatok, ugye, amit 1929-ben írt, hogy ez ki olvashatta ezt a művét. És hogyha belegondoltok, 1903-ban repültek például a Wright fivérek. Hogy 1903-ban jelent meg Jack Londonnak a vadonszava, amit ugye mindenki ismer, tehát elvileg ezek olvashatták egymást. A Thoreau Kröger szintén ekkor volt, és Ady André is ekkor írta a verseit. Tehát, hogyha belegondolt, hogy Magyarországon mi történik, ja, meg ugye az Erzsébet híd megépült Budapesten az első, amit ugye később a világháborút felrobbantottak. Vagy amikor már a rakétavonatokról áldozott ugye ez az orosz tudós, akkor volt az legeslegelső Oscar Gála.
például. Tehát ami roppant érdekes, hogy mik történtek a nagyvilágban. Ugye Hitchcock rendezte a filmjeit, Babits meg Morisza a nyugatnak a szerkesztői lettek, József Attila szintén megjelentette az első művét, Hemingwaynek a búcsú a fegyverektől. Tehát, hogy ilyen szellemi, meg ha belegondoltok, ilyen szellemi, meg hatalmas ilyen tudományos közeg volt az, amikor ő is így munkálkodott Oroszországban, és ugye tette a dolgát, amiről mi fogunk most beszélni. Az mindig egy fantasztikus dolog, hogy mennyire, amit most meg is erősítette, hogy mennyire megelőzte a korát, azok a legkorábbi írás műveire gondolok, hogy gyakorlatilag ott egyszerűen a repülés is, hogy mondjam, az is a bölcsőben ringott egyfelől. Kettő ugye nagyon nagy mértékben megelőzte azokat a rakétatechnikusokat, akik már azért ugye lássuk be, hogy ő, ugye elméleti fejtegetései voltak, amellett, hogy azért igen komoly, hogy mondjam, kézügyességgel rendelkezett, és nagyon gyakorlati dolgokat is csinált, de azért úgy mondom, egy kicsit előfutár volt, viszont évtizedekkel megelőzte a rakétatechnikának azok a nagyjait, most én Hermann Hubertet mondom elsőként, ugye, aki ugye erdélyi szászként, de ugye magyar állampolgár volt, és ugye egészen a 90-es évei után is, 80-as évek ugye a magyar tudása nem kopott meg annak ellenére, hogy már nem tudom, hát sok-sok évtizede külföldön élt, úgyhogy azt kell mondani, hogy nagyon nagy mértékben megelőzte őket, és azt is lássuk be, annak ellenére, hogy nyilván Oroszország mindig kitermelte a maga tudósait, műszaki szakembereit, irodalmára, de azért sokszor az a közeg, ahonnan ezek az emberek jöttek, sokkal nehezebb, nem volt olyan táptalaj esetleg, mint mondjuk szerencsésebb kortársai vagy utódjai, akik olyan helyre születtek. És kettő, hogy ez a úgy mondom úttörő szerep, ez máig megmaradt, mert lássuk be, hogy azért az Oroszországból érkező kutatók, gondolkodók csak a legnagyobbak törik át ezt a falat és ismertek, de Ciolkovszkijnál ugye máig megmaradt, és ugye mindenki elismeri azt, hogy milyen fontos szerepe volt ennek az egésznek a, azt mondom, az elméleti megalapozásában. És egyébként, amit mondta, ez nagyon jó, ugye, hogy megelőzte korát, meg a kézügyessége, hiszen azt tudni kell, ugye, vagy tudjuk róla, ugye, hogy egy 9 éves korában ő egy skarlátbetegségen esett át, aminek ugye neki elég durva szövődményei lettek, ami azt jelentette, hogy a látása, meg a hallása nagyon megroblott. Tehát ő szinte teljesen nagyot halló volt, tehát ő is az a tipikus zseni, aki az iskolában buktácsolt pont emiatt a fizikai hátrányai miatt. Tehát ő például egy ilyen maga szerkesztette ilyen bádók hengerre hallgatta az egyetemi előadásokat, mert egyszerűen nem hallottak, és autodidakta módon képezte magát, ugye mondott, hogy megelőztek olyan, de például ő otthon tanult, tehát ezt a sok minden tudást, amit felszedett, ezt saját maga szedte össze, pont emiatt a hátránya miatt, és ezért is volt ő annyira másabb, mint a többiek, tehát sokkal inkább ilyen magába forduló volt, különcnek is tartották, de pont emiatt, mert ugye neki elég erős fizikai izével kellett, hátránya kellett indulnia, amit ő ugye nagyon szépen be tudott hozni, és hihetetlen dolgokat tudott belőle kihozni. Mi lett volna, ha nem Oroszországban születik meg, hanem mondjuk egy másik nyugat-európai országban, vagy az Egyesült Államokban? Igen, biztos nem nézték volna bolondnak, mint a Kalugában, ahol haláláig lakott, ahol ugye felhúzott egy csillagvizsgálót, és éjszakánként kiült észlelni. Lehet, hogy egy kicsit jobban becsülték volna, de hogyha Ciolkovszkij és ugye a rakétavonatot említettük, ugye ilyen vonatokat mi is láthatunk az égbolton, ugye, ha csak a SpaceX-nek a műhold sorozatára gondolunk, tehát ugye az amikor ugye mindig szoktuk emlegetni, hogy Ciolkovszkij már mikor említette, hogy 1929-ben hogy lesznek egyszer ilyen rakétavonatok, és tessen láthatjuk mi is őket szabad szeme. És... Hát ez ugye nem tudom megállni, hogy ne fűzzem hozzá, hogy ugye itt a Starlink-ek kapcsán... Igen, rájuk gondoltam. Visszatértünk már, sokszor visszakanyarodtunk, ugye a Parallaxisnál, meg vissza is fogunk, és nekem mindig az jut eszembe, egyfajta hasonlatként, hogyha most ilyen helytörténeti érdeklődéssel ugye visszanézem azt a lakókörnyezetet, és ott, abban a lakókörnyezetben, ugye megnézem egy 50 évvel ezelőtti utcaképet, hogy lényegében alig volt gépjármű az utcán, és el kell fogadnunk, hogy ez megváltozott és meg fog változni,
olyan formában fog megváltozni, hogy be fogják az eget népesíteni. Nyilván ezt úgy kell, hogy minél kevésbé környezetszennyező a csillagászati megfigyeléseket, de teljes mértékben nem tekinthetünk el. És ez a rakétavonat, ez számomra is mindig egy olyan típusú előrevetítése ennek a dolognak, hogy ezt már ő valahol megjövendőlte. Egyébként tényleg, mert nem abban a korban élünk, ugye, amikor a Sputnikot ugye le tudtuk csak nézni az égbolton, amikor az az egy volt, és ugye csak azt az egyet tudtuk látni, tehát egy kicsit most már zsufoltabb az egünk, tehát ez nem feltétlenül volt meg rossz. A kezdet ugye 1957, Sputnik 1, az űrkorszak kezdete. Ezzel kapcsolatos híradó részleteket valamilyen ismerjük. A mai adásban nem ez a fő fókusz, tehát nem fogjuk megemlíteni, hogy ugye ez a félelemmel teli nyugati híradókban milyen képeket vetítettek, meg ugye Oroszországban ugye esetleg milyen dokumentumfilmeket tettek közé. Nyilván mindent után, hogy azért ez az orosz sajátosság, ezt tudjuk, ezt ismerjük. Gagarin, az első ember űrrepülése 1961. április 12, Bajkonur és felbocsátják. Azzal most ugye ne foglalkozzunk, ami sokszor előkerül, hogy ugye volt-e esetleg ezt megelőzően. Nem volt, ha lett volna, nyilvánvaló a fő rivális, az Amerikai Egyesült Államok abban a pillanatban borítja a Billit, és ez kiderült, tehát Gagarin volt az első, és ezt az első repülést egy nagyon remek orosz film örökítette meg. 2013-as alkotás, igen. Igen, a másik, ugye majd a Szaljutról beszélünk egy néhány év különbséggel. Talán ott érdemes felvezetni, hogy a személyes véleményem. Az ember nézi, és furán hangzik, de nem mondanám meg, hogy orosz film. Tehát ezek olyan professzionális technikával, színészi játékkal, rendezéssel készülnek, hogy én egyébként, akik nagyon szerettem az orosz filmeket, és a német filmektől kezdve gyakorta nézek ilyeneket, de ez azért lássuk be, hogy nem általános itt Magyarországon, de ezt úgy mondom, hogy egy átlag fogyasztó is meg tudja nézni, és meg nem mondaná meg, hogy egy Oroszországban készült filmről van szó. Nekem is valami hasonló érzésem volt, hasonló benyomásom, nem tudom, hogy te, Zsó, neked is ez volt az impulzus, a benyomás. Nem tudom, én ennek kapcsán azt akartam mondani, hogy tehát ez szerintem abszolút, én nekem viszont teljesen átjön ez, hogy inkább ez egy orosz film, mert amikor mondjuk, hogy a későbbi a Szaljutot, meg az első embert láttam én majdnem egyszerre időben, ugye az első ember Neil Armstrong, ugye az amerikai a Szaljut, meg orosz, meg ugye a Gagarint is, tehát ezt a három filmet én körülbelül egyszerre egy időben láttam. Nekem másabb ez az orosz film, mint egy amerikai film. Tehát főleg az, hogy a szereplőválogatáskor, amikor nézzük egy amerikai filmen, ugye inkább törekednek erre a minél szebb és jobb ember legyen, tehát ez az ilyen szépségideálok, meg tökéletes hősök, tehát nekem inkább azok jelennek meg, mint például a Gagarin filmnél. Nagyon kényesen ügyeltek a filmrendezők arra, hogy például a szereplők is hasonlítsanak az eredetikhez. Tehát, hogyha megnézzük például a főszereplő Gagarint is, nagyon hasonlít a rendes Yuri Gagarinhoz, tehát nagyon kinézetre, mindenre, tehát erre nagyon odaügyeltek. Tehát, hogy nem az volt a legfontosabb szempont, hogy minél szebb és csinosabb szereplőket vonultassunk fel, hanem inkább realisztikus legyen, és ez a oroszokra szerintem amúgy is sokkal inkább jellemző, hogy inkább ilyen realisztikusan próbálják megközelíteni a dolgokat, és ezzel ennek ellenére sikerült mégis, ahogy te mondtad, egy olyan filmet létrehozniuk, akár a Gagarinnal, akár a Szaljuttal, hogy ami simán felveszi a versenyt a hollywoodi társaikkal. És nem csak ez, hanem van, ugye ebben az időszakban, ez a 2010-es évek elején az oroszok amúgy is nagyon sok ilyen filmet készítették, amik az ilyen dicső múltra hajaznak. Igaz, hogy ez nem űrkutatás, hanem ez is inkább ilyen háborús film, de az például a Kiváló mesterlövészükről is volt egy nagyon jó film, a Csata Szevasztopolért, ami igaz, hogy nem a témánkhoz kapcsolódik, de ha valakinek van ideje és szereti a jó minőségű orosz filmeket, amik a 21. században készültek, érdemes megnézni, mert itt is szintén az volt az elsődleges szempont, hogy minél realisztikusabban, de minél profibban hozzunk létre egy orosz történelmi filmet. Mindegyik szereplő hasonlít, de nem hasonmás, hanem egy-egy ilyen jellemző vonás Gagarinnál, szerintem a színész korban fiatalabb, de viszont azok a hajtincseinek a fésülése volt nagyon hasonló, és a főkonstruktor Koroljovnál nekem meg az a bőrkabátos megjelenés, úgyhogy az arcvonásai viszont nagyon eltértek az eredeti. De egy-egy ilyen momentum, az gyakorlatilag megidézi azt a szereplőt, viszont ez az oka, hogy utána filmművészet lesz, és nem az, hogy valami hasonmás verseny, ilyen
klónok eljátsszák azt, hogy hogy repült a szovjet elvtárs. Ami még nagyon érdekes, ugye a hangulat. Tehát ahogy indul a film, ugye egy ilyen éjszakai jelenet, és akkor utána Koroljovot megjelenik, a bőrkabát, bemegy nézni, hogy alszanak az űrhős jelöltek. Ugye ezek a nyitó képkockák, de rendkívül hangulatos, és ilyen iszonyatosan profi módon van operatőri munkával megcsinálva, és a többi, ez végig jellemző. A másik, a különböző ilyen technikai megoldások, ugye erről majd beszélünk még, amikor ugye az űrhajó repül, stb., hogy ezek a 21. századi technikával vannak megcsinálva, a hanghatások is, tehát én most egy számítógépen, egy laptopon néztem, de így is egyszerűen brutálisan jól szólt egy jó fülhallgatóval, hihetetlen jó hangzása is volt, tehát az egész vérprofin van megcsinálva, ugyanakkor ez a művészi szál is benne van, és amit Erzső is említett, hogy az a valahol mégis oroszos, mert így nem lehet megcsinálni, tehát azt mondom, hogy ez bárki egy orosz témát feldolgoz, abból vagy ilyen blödli lesz, amikor ugye mindig hülyék, és ilyen oroszos akcentussal, ami alkoholista repked az űrbe, vagy egy ilyen szereplő, ami előfordul, ami full ostobaság, mert azért ez ugye, ezzel lássuk be, hogy egy nagyon sztereotíp gondolkodás, vagy pedig valami nagyon félrement dolog. Viszont itt ugye megtalálták azt, hogy azért nem ilyen nagyon primitíven leegyszerűsített, most nem akarom ragozni, nagyon, nagyon klassz, és a színészi játék is végig jó, tehát nagyon jó volt a szereplőválogatás is. Egy gondolatom van még, ezzel a szépségideálos történettel kapcsolatban, amit Erzsó említett, hogy az amerikaiak nagyon törekszenek erre, ezzel részben egyetértek, részben nem. Az egyetértés az nálam abban merül ki, hogyha egy olyan főleg régebbi filmet néztek, amiben középiskolások vannak, akkor azt látjátok, hogy 30 évesek játsszák el a középiskolásokat, mindenki tökéletes testalkattal, tökéletesen szép, szimmetrikus arccal, jól fésült haja, mindennel van megáldva, tehát tényleg, mint hogyha minden amerikai diák ilyen top modell kategóriájú lenne. Olyan szinten viszont nem értek egyet, hogy az új sodratú filmekben, sorozatokban, mint például a Csernobil sorozat, ott már azért törekedtek a hitelességre, tehát ott azért már hasonlítottak a színészek az egyes valós karakterekre, például, hogyha Legoszóbb professzort kell említsem, de említettem még akár Gyatlovot is, Gyatlov elvtársat. Ellen lehetne akkor krontelezni, hogy azért hasonlítottak annyira, mert orosz téma, és ezért volt jó. És akkor ezért jött ő jól ki, mert ugye tényleg, de ez csak poén, tehát ez tudok, hogy nem emiatt. Viszont ami nekem még így feltűnt és érdekesség, hogy a Gagarin filmnél ugye vannak különböző helyszínek, jelenetek, ugye itt a Kozmodromtól kezdve, ugye a Moszkva, meg stb. Ugye még Ruscsov is feltűnik néhány képsoron, meg ugye ott ezek a tengeri dácsák, ahol összeülnek, tehát nagyon sok helyszín van, viszont a politikai propagandát, ami akkor jellemzett, ezt leszették, tehát gyakorlatilag egy Lenin képet nem láttam a falon, talán egy résznél valami képsorozatot, de gyakorlatilag ezeket így lehántották, vörös csillag sehol, tehát ezeket így nagyon ügyesen kiszedték, és ami még ugye érdekesség, hogy voltak azok a jelenetek, amikor ugye a moszkvaiak a rádió bejelentést, tehát a TASZ ugye bejelentette a nagy eseményt, ugye a moszkvai rádió közölte, és ilyen kicsit ilyen spontán jellegű megnyilvánulások, ilyen flashmob-szerűen gyűltek össze a képkockák szerint az emberek, és ünnepeltek, ami nyilván azért nem volt jellemző erre az időszakra, mert ugye ez már nem a Sztálin időszak, ugye ez a Ruscsovi, de viszont azért annyira szabadon ez nem volt jellemző, tehát ez egy kicsit ilyen vezérel dolgok voltak, nyilván ami az akkori híradó részletekben visszanézhető, ott ugye annak tűnik, de hát aki ismeri, az nem. Tehát azért ebben egy ilyen kis, úgy mondom, kisebb mértékű történelem hamisítás, vagy inkább úgy mondjuk, hogy történelem átfestő és szépítés azért van, de ugye ez belefér azzal, hogy nyilván ugye az akkor Szovjetunió, az Oroszország, most nyilván nem megyünk bele ilyen politikai kérdésekbe, ugye itt megvan
az előzmény is, az utalás is, meg a rokonság, meg a kevésbé, ez még úgy, ez úgy belefér, viszont nincsen, úgy mondom, ilyen nagyon komoly történelmi hamisítás nincs, ami mindig félő az ilyen témáknál, meg az olyan témáknál, ahol bizonyos politikai rendszerek álltak a háttérbe, hogyha arról filmet készítenek, ott nagyon veszélyes, hogy így egészen elviszik más irányba. Ez, mint Erzső is mondott, ez ilyen szempontból is egyébként egy elég reális alkotás. És én, ez a korszak mindig is érdekelt, és azért lehet mondani, elég sokat foglalkoztam, meg tudok róla érdeklődés szintjén, és az ilyen nagyon apró momentumok is ki tudják verni a biztosítékot, hogy miért nem nézek meg valamit tovább. Itt tényleg nem találtam ilyet, ami komolyan azt mondom, hogy így eltántorított volna a filmalkotás, és konkrétan ugye a Gagarinnak a megtekintését. Egyébként az az érdekes, hogy mondtad Húsolt, hogy nagyon finoman van benne ez a hidegháborús ellentétezés, tehát amikor ugye kiderült, ugye, hogy megvan a sikeres pályaállítás, minden, és ugye amikor ő maga mondja ki, hogy hozzuk vissza. Tehát ugye, hogy most már kell, neki kell, hogy valaki visszajön sikeresen, mert ő fel akarja mutatni, és igenis az amerikaiak orra alá akarja dörgölni, hogy ők nekik ez sikerült. Tehát, de az sem volt annyira brutálisan, de ez viszont ilyen, itt ez a ilyen legenda, ez amikor a Huscsov ugye a cipőjével veli az ENSZ ülésén ugye az asztalt, tehát ez ilyen, inkább ő, neki ez a karaktere volt, ugye tudott mindig is, és ő nála inkább ez ilyen formában volt ez így, ez ilyen formában nyilvánult ez így meg, hogy ő hogyan jelezte ezt. Meg a másik, hogyha a karakterekről nekem, én nagyon szimpatikus a Gagarinnak a szüleit, hogyha visszagondoltok, hogy melyikőjük hogyan kezelte ezt az egészet, ugye, hogy ugye nagyon szegény családból származott, azt tudtuk jól, meg ugye nem volt neki egyszerű elkezdeni ezt az egész pilóta karrierjét, tehát az, hogy hogyan állt hozzá az anyja, meg az apja az egész sztorihoz. Tehát amikor biztos emlékeztek a jelenetre, hogy amikor már fent repült, és amikor az édesanyja megtudta, hogy mi történt, elúságolják neki. És az édesanyja... Igen, akkor bejönnek és mondják. Igen, neki. És az édesanyja nem azt kezdi igen. el ujjongani, hogy juhi, az én édes drága kis gyurám fent van az űrben, és ez milyen nagyszerű, hanem a reakciója az, hogy megfogja a fejét, ez a mit csináltál gyermekem, tehát ez az annyira aranyos az tőle, tehát ez a teljes, egyszerű orosz parasztasszony reakciója, hogy atyavilág, hogy mibe ment bele az ő gyerek, és mi fog most történni. Másik viszont az apja, aki ugye később ugye jelentben látjuk, ugye, hogy akkor jön a munkából, és ugye, ahogy te mondtad, ez a flashmob-szerűen, hogy a falusi emberek is ott örülnek a kocsma körül, ugye, hogy a mi az űrben vagyunk, és ugye újságolják az apjának, hogy mi történt, mert ugye ő is akkor tudta meg, hogy a fia ugye repül, hogy ő se ebbe tört ki, ez a hatalmas nagy örömújongásba, és nem csatlakozott a többiekbe, hogy bontsunk akkor vodkát, és akkor újjongjunk, mert Júria fent van az űrben, hanem viszont ott nagyon érdekes volt, hogy ugye az anyja még a fejét fogta, hogy mit csináltál gyermekem, az édesapjának az arcát, hogyha emlékeztek, egész közel hozzák, és ez a mintha egy könycseppet morzsolna el, úgy igen, diszkrépen. Igen, ez pontosan így. Tehát van, ez, hogy ő ugye, amikor még fiatal volt, és ugye el szeretett volna menni tovább tanulni, és ott beszélget nekünk az apja, gyalulja a fát, ugye akkor ugye ő nem igazán boldog attól, ugye, hogy az ő gyereke tovább akar tanulni, stb., de a végül azt mondja neki, hogy menjél. És ez a menjél, ugye, hogy végül is ő elengedte, hogy menjen a gyereke a saját útjára, és az, hogy ő végül is büszke a fiára, az ebben a totál jelenetben jön ki, hogy lehet, hogy nem kezd el ő is vodkát vedelni a többiekkel, de valahol a szíveméjén ő büszke volt arra, ami történt, amit elért a fia, hogy ő elengedte, bízott benne, és sikerült megvalósítani az álmait. A Hruscsovra hadd térjek vissza, hogy ez mindkét filmalkotásra egyébként jellemző, hogy az ilyen kemény figurákat is nem ábrázolják gonosznak, vagy nagyon unszimpatikusnak. Én az egész Gagarin filmben viszont nagyon érdekes, hogy a Hruscsovnál egy ilyen nagyon negatív, tehát egy ilyen rendkívül unszimpatikus figurát választottak, aki külsőre hasonlít, és nála éreztem, az egy nagyon rövid jelenetben tűnik fel, amit ugye említettél is, de egy ilyen nagyon unszimpatikus alaknak állítják be, azzal, hogy lássuk, hogy egy ősbunkó volt szegény, tehát ez nem a, hogy mondjam, a orosz kultúrának nem a finom ágát képviselte, de viszont ugye itt lehetett volna egy pozitív figuraként, mert azért lássuk be, hogy az orosz űrprogram, ugye az ő regnálása
alatt indult. Amikor ugye Ruscsov a cipőjével az NSZ-házban verte az asztalt, utána ragadt rá a Mr. Nyet gújnév. Kapcsolódnák a Gagarin apjának az ábrázolására, hogy teljes mértékben egyetértek. Az egész műnek az egyik legszimpatikusabb figurájává teszi valahogy az a színészi játék is. Az, hogy persze ugye a valóságban ez hogy volt, mint volt, ugye ezek sokszor ilyen, úgy mondom, maga a történet egyes elemi, azok bizonyos legendákra épülnek, amit az akkori, hogy mondjam, irányított életrajzok, meg beszámolók sugaltak. Ugye a valóságot ugye soha nem láthatjuk, hiszen ugye a Gagarin is rég elhunyt, nyilván a szülők is, tehát egy kicsit ez a ideálnak a leírására alapozott történet van a háttérben, de az a színész, aki megformálta az édesapját, az tényleg az egyik legfantasztikusabb játék volt, és valószínűleg azért ez közel lehetett a valósághoz, abban mindenképpen ugye, amit Erzső is említett, hogy milyen környezetből érkeztek, és nyilvánvaló, hogyha nem is értette meg a fiát, amikor tényleg a nevet bemondta a rádió, akkor biztos, hogy egy ilyen típusú reakció lehetett, akkor is, hogyha a valóságban lehet, hogy együtt vedelte a vodkát, akkor is, ha meg így, akkor is, de biztos, hogy ez nagyon mélyen megérintette az embert, akkor az édesapát. Esetleg beszéljünk arról, hogy milyen, hogy ábrázolják a rakétát, az űrhajót, akkor a repülés egyes momentumait. Én hadd kezdjem azzal, hogy vérprofi meg vannak csinálva, tehát ugye a kilövő állás is, utána azok a jelenetek, amikor már az űrben van, tehát azok, amikor belülről mutatják, nagyon-nagyon profi meg vannak csinálva. A visszatérésnél is ugye a katapultálás, azoknak az egyes elemeit is nagyon profi megcsinálták az orosz filmkészítők. Nem csak az, amikor ugye ezek a régi megoldás, hogy így mögé vetítik a képet, nagyon-nagyon klasszul meg vannak csinálva. Nem tudod megmondani sokszor, hogy mi az, ami hogy makett és valamilyen, vagy valamilyen számítógépes trükk, vagy mi az, amit valóban megépítettek, de néha szinte olyan hatás van, mint hogyha azt mondom, egy mai felvétel lenne a valamelyik orosz űrhajónak a repüléséről, tehát egyszerűen számomra hihetetlen profizmussal. Ti hogy láttátok, mi a meglátásotok? Igen, mert ahogy te is mondtad, ugye, hogy akár laptopon nézve is nagyon jól kijön, tehát amikor az indítás megtörténik, és ugye tudjuk, hogy milyen szűk kis kabinba kellett utaznia, tehát annyira jól visszajön, hogy tényleg hátbozolgató az belegondolni, hogy látja az ember, hogy hogyan rászkódik, meg zörög, meg micsoda hanghatások vannak, és ez amikor kérdezik tőle, hogy mi van, és akkor ez a tipikus gagarini mosoly, ugye, hogy te is mondtál, a hajtincseit említette, de az a Gagarinnak van egy ilyen speciális mosoly, ez a tékitizi mosoly, tehát ez a csibészes mosoly, amit olyan lazán igen, és könnyedén igen. Vesz mindent. Ó, minden rendben van, ez a ugyan már 9 vagy 10G terhelés éri a szervezetemet, és semmi gond, kiszállok és megyek tovább. Tehát ez annyira jellemző. Meg amikor visszafele jön már a landolások, és ugye látszik, hogy kívülről tüzel, lángol minden az űrkabin, és ugye hogy az arca is hogy kipirosodik, tehát tényleg egy háborús gongatóan éli meg az ember, hogy szinte érzette is ezt a remegést, meg a forróságot, hogy ez iszonyatosan para érzés lehetett, mert ugye tudjuk, hogy ők is tudta, meg mindenki tudta, hogy ez a utazás, ez nem egy életbiztosítás. Tehát mindenki tudta, hogy bármi előfordulhat. Hiszen ugye ez a filmben is felmerült, tehát amikor ott vannak együtt ugye többen a kiképzés alatt is, tehát többször is felmerül, vagy biztos emlékeztek, amikor egyszer hallgatják a rádiót, és akkor beszélnek arról ugye, hogy már sikeres visszatérés volt, stb., és ugye nem esik le nekik a tantusz először, hogy egy rádiójátékot hallanak, és ugye, hogy elkezdenek beszélgetni, ugye sokkal később derül ki, hogy most ők csak kísérleti nyulak, vagy végül is micsodák, mert ugye ez többször felmerül a film során többek közt, ugye, hogy ez az ő egész utazásuk most miről is szól. És ugye amikor Gagarin így visszatér, vagy megy, és ugye látjuk, ahogy az egészt megrendezték, ahogy mondtátok, tehát nagyon döbbenetes belgondolni, hogy ezt mégis így merték vállalni, és mentek is csinálták. Igen, ami még nekem nagyon érdekes, hogy feltűnnek, hát nyilván itt egy űrhajós kiválasztás, űrhajós csoportról, ugye itt is megvolt ez az első csapat, meg utána, aki később már a Voszhodnak, ugye a Szojuzokon, korai Szojuz missziókon, meg már még a Szajuton repültek, hogy ugye föltűnnek ezek a figurák. Ezek érdekes módon a többieknél több hasonlóság van esetleg a reális
megjelenésre, mint mondjuk, amit említettünk, hogy Gogarinnál, meg Korolyov, én Bikovszkit mondanám, akinek ez a jellegzetes halasztformája, ott tényleg találtak egy nagyon hasonló színészt, és egyébként még érdekesség a filmben, hogy megjelenített olyan belső konfliktusokat is. Van az a jelenet, amikor ott azt hiszem, hogy talán az a Lomonoszov egyetem előtti tér, és ott a Gagarin egy vagy virágárus lánynál vásárol, és ott valami, ott hajba kapnak egymással, és ilyen békítő szándék van. És ezek azért érdekesek, mert ezekről ugye akkor nem lehetett olvasni, meg ha most valaki visszaolvas, ugye voltak ezek a propagandaizű könyvek, amikkel ugye elárasztották a magyar fordításos a piacot, amiket imádunk, meg nagyon szeretünk, de lássuk be, hogy azért ezek nem reálisak. De nagy feszültségeket nem jelentett meg, a filmben viszont ilyenek is voltak. És ezek érdekesek voltak, meg olyanok is ugye megjelennek, az űrkutatás mártírja, most amellett ugye Gagarin is sajnos ugye fiatalon elhúny, de például ugye Komarov, aki a Szojuz 1-nek a berepülője volt, és hősi halottja, és valahogy, amikor így megjelenik az első kockákon, ez úgy benne van, tehát nagyon itt is látszik, hogy azért a forgatókönyvíró, a rendező nagyon-nagyon tisztában volt, hogy kikről, mikről vannak alkotások, mikor Komarov nevét mondja, az egészben már lejön, hogy ennek valami későbbi feszültség vagy tragédia lesz a vége. Ezek nagyon érdekes, ilyen apró kis nüansznyi dolgok, de az ember így alaposan nézi, a fővonal mellett ilyenekkel is találkozhat. Igen, ezek a feszültségek egyébként végig megvannak, mert ugye amikor Gagarin se reagál ugye a földi hívóra, és nem válaszol rögtön, és akkor látjuk rögtön a lent ugye az indító, a többieknek, hogy hogyan aggódnak, hogy mi történhetett, mert ugye amikor a pulzus száma iszonyú magasra megugrik, hogy mi történhetett, és állandóan ugye ez benne van, hogy mi fog történni, mikor üthet be valami komoly probléma, tehát ez állandóan ott lebeg a levegőben, ugye, hogy valami mindig fog, valami közben, és akkor nem is mennek igazán fellélegezni soha, tehát amikor hiába jön a jelentés, ugye, hogy lefált sikeresen az első fokozat, második fokozat, nem akkor éreztek igazi megkönnyebbülést, mert tehát még akkor is oké, sikerült, tudomásul vették, de igazán akkor volt nagy örömjongás és fellélegzés, amikor ugye már megtörtént a pályárás. Tehát ez, amit te mondtál, hogy ez a feszültség, ez folyamatosan ott volt benne. Meg ugye, hogy is hívják, ugye Koroljov is korábban beszélt is erről, ugye, hogy figyelik-e, hogy hova fog földet érni, mert hogyha idegen helyen fog földet érni az a kabinak, ugye mit fognak szólni hozzá, hogyha kiderül, hogy micsoda, ugye, hogy is mondta, hogy valami milyen ócska vasat küldtünk fel mi az égbe. Tehát tudták ők ezt nagyon jól, hogy ugye, hogy még ez nagyon-nagyon a kezdeti lépéseket teszik meg, és nagyon-nagyon az elején tartanak az útnak, és ebből még tényleg bármi lehet a végén, és ugye látjuk is, hogy bármi lett is, hiszen a kiképzéskor is ugye ott nézték végig a többiek, hogy hogyan robbantak fel a rakéták meg minden, tehát pontosan tudták. Igen, ez egy érdekes jelenet igen. volt. Igen. Tehát, és azt, hogy mégis azt mondták, hogy oké, vállaljuk, mi megyünk és csinálni fogjuk. Tehát fel sem merült benne egyikbe se, hogy azt mondja, hogy na, én felállok és hazamegyek. Hanem inkább azon ment a vita, hogy te is mondtad, hogy ki lesz az első, és ugye ez többször is felmerül, ugye a kettejük közt is, mint ahogy mondtad az indítóképnél is, amikor fekszetek az ágyban. Tehát akkor is ugye az állandóan megvolt, hogy ki lesz az első, vagy ki nem lesz, vagy amikor mennek a buszba, és akkor is ugye a tévések ott húzzák, hogy kitovott, hogy na, nem te leszel, hanem ugye Júra lesz az első. Tehát ez ugye ez finoman mindig ott van, ugye, hogy azért ez neki nem feltétlenül volt egy jó érzés, hogy ő csak a második volt. Ez biztos így van. Egyébként nagyon viccesen régen mindig ezen poénkodtunk néhány ilyen űrkutatás van rajongók, hogy azzal a keresztem, hogy Germán, ugye Titov biztos nem lehetett volna az első, mert ez eléggé viccesen hangzott volna, bár szegény amerikaiaknak is ugye ott megvolt a Werner von Braunnál ez a szál. Már elnézést ezért a kiszólásért, de ez így van. Ez nekem mindig egyébként egy érdekes kérdés volt, hogy vajon tudták-e, hogy melyikük fog repülni. Ezt nem tudom, vagy pedig tényleg akkor ott dőlt el. De valóban ez így előkerül, hogy ott piszkálják a másikat. Tehát valószínűleg akkor már ugye megvolt a döntés. De ezeket nagyon szépen megjeleníti a film. Ahogy ugye a visszatérést is, ez is ugye már így fölvetődött. Ez is egy azt mondom, egy talán ilyen városi legenda, de hogy mennyire volt igaz vagy nem, de itt is ez jelenik meg. Ugye a visszatérés során katapultál Gagarin, hogy egy
termőföldön ér talajt, ugye a kolhoz vagy szofhoz területén, ott a asszony meg a kisunoka talán, vagy gyerek találja meg, és akkor ugye nem tudják, mire vélni itt hogy egyáltalán mi az űrruha, a sisak talán még olyat se láttak, ugye a Szovjetunió felirat az egyértelmű, ugye ennek a vetűszava, vagy mozaik szava, és majdnem ott is hagyják, de aztán Gagarin valahogy kinyitja a sisakot, és akkor nyilván az orosz szó megnyugtatja ott az asszonságot, aki talán a tehenészetbe igyekszik onnan, és akkor ugye ők viszik be a faluba, vagy aztán a városba Gagarint, de nagyon hangulatosan van megcsinálva, mert ezeket az ilyen propagandaizű köteteket az ember elolvas, ez mindig olyan nevetséges, ugye benne van ez a propaganda, hogy a szofhoz, hát természetesen ott kell, vagy kolhoz ott kell földet érni, és ott a munkásosztálya a szövetséges dolgozó parasság képviselőjével találkozik, de itt olyan emberi módon jelenik meg. Tehát elég furcsa nézett volna ki, hogyha valami szénmedencébe landolt volna, vagy valami kohászatűzem közelébe, vagy traktorgyár közelébe, vagy ahol éppen, nem tudom, a T-34-esek folyamatosan gördülnek lefelé, aztán már viszik is elfele. De nyilván igen, szovjetnek kellett lennie magának a landolásnak is. Lépjünk tovább, egy másik, szintén orosz film, ugye néhány év különbséggel, szem 4 év van a két film között, a Szájút 7 űrállomásról készült. Talán Szájút az eredeti cím, ugye a számozás nélkül. Azért adjunk némi hátteret, ugye maga ugye ez a Szájút űrállomás sorozatnak volt az utolsó tagja, ezt 1982-ben bocsátották fel. Ezt azért mindig hozzá kell tenni, ugye ez is egy kicsit ilyen igazi szovjet trükk volt, hogy ugye Szájút sorozatról beszélünk, de valójában ez két űrállomás típus volt. Volt ez a DOSZ névre hallgató egyik variáns, és volt az Álmász típusú katonai űrállomás, és ezt a kettőt azonos Szájút név alatt futtatták, és valóságban kifelé egy típusról beszéltek, minden ábrázolás ezt a polgári űrállomást mutatta, valójában ezeknek egy része katonai célokat szolgált. Viszont ez a Szájút 7, ez már ugye a szovjet átalakulás előtt, tehát a fénykor arra az időszakra esett, amikor is ugye külföldi űrhajósok is megfordultak, már az oroszok készültek ugye a Mir űrállomás pályára bocsátására, ezért ugye ez a nemzetközi űrállomás, akkor emellett, ami nagyon nagy érdekesség volt, hogy amellett, hogy szokás szerint a Szojuz űrhajók embert, vagy volt itt ugye talán automata üzemmód is szállítottak, mellett ugye a Progresszek vitték az utánpótlást, emellett létrehozták azt a Mirnek az előzményét, egy ilyen kiépített űrállomást, csatlakoztattak hozzá ugyanis két TKS katonai szállító űrhajót, ami akkor persze ugye egy fedett küldetésként a szokásos Jolly Joker Kozmos sorozat számai alatt ment, és gyakorlatilag kiépítettek az oroszok egy nagyon komoly, hatalmas, moduláris űrállomást ezáltal, és maga visszatérve akkor a film, ez ugye a sztori az, hogy ennek az űrállomásnak volt egy ilyen problémás szituáció, ez 1985, amikor különböző műszaki problémák léptek fel, és az űrállomás úgy tűnt, hogy elveszik. Ez a történetnek a magva innen indul. Bocsát, még annyi, hogy úgy ábrázolják, hogy a problémát egy meteor zápor okozza, és a napelemeket eltalálja. Ezt nem tudom egyébként a valóságban is így volt-e, de itt ez egyértelműen így mutatják a filmben. A valódi, tehát egyébként van ilyen kritika, tehát a Szájút filmmel kapcsolat, tehát ugye említetted a Gagarinnál, hogy ott nem vannak ilyen finom felítések, lehetnek ugye, amik a történelmet így diszkréten átírják, de a Szájútnál sorozatban vannak ilyen
sztorik. Tehát ez a legelső, amit te mondtál, tehát itt a probléma nem az volt az űrhajó, az űrállomással. Sima, egyszerű gond volt ehhez képest, csak az a filmen nem mutatott volna szépen, hogyha bejelentik, hogy elromlott a rádióegység, és zárat keretkezett, ezért az állomásnak az akkumulátorai lemerültek. Na hát ezzel a flash-sel nem lehet elindítani egy sikerfilmet, mert ez elég uncsi lenne. Tehát ezzel úgy mit kezdesz? Tehát oké, lemerült, és... Tehát ez látványosabb megoldást kerestek a filmesek, és ugye, hogy mi történhetett, ugye, és hogyan sérülhettek meg ugye fent a dolgok. A másik, ugye, amit ezt szállítanál, tehát ez nem csak az eleje volt, ugye, hogy mi történhetett, másik az, amikor ugye a szereplők neveivel játszottak. Hát ugye a valóságban Johnny Bekov meg Savini mentek fel, de ugye a filmben egészen más neveket hallották, sőt, még Svetlana Savickájának a nevét is Lazarevának változtatták el, pedig ugye ő volt a második nő az űrben, akinek ugye azért csak jó lett volna ilyen nevét megemlíteni, de például ezt is átírták. Tehát nagyon sok ilyen finom túlzást csináltak, ami egyébként abszolút nem rúgt a film minőségén, meg élvezhetőségén, csak a valóságban tudjuk, hogy például egy űrállomáson, amikor felolvadt a víz, tehát ilyen iszonyatos mennyiség víz nem lehetett volna. Tehát a tűz, meg a dokkolás is valószínűleg nem így történhetett a valóságban, viszont filmben ezek talán a legjobb jelenetek, például a dokkolás, vagy amikor így felolvad a víz, és aztán rengeteg vízcseppet látod, hogy lebegnek szerte szét. Tehát meg valószínűleg ugye ez a csúcsjelenet, amit ugye szintén biztos emlékeztek, amikor kint ülnek az űrhajósok az űrállomáson, és akkor elvonul szépen a Challenger űrrepülőgép, tehát ők valószínűleg nem integethettek egymásnak, hiszen időben nem találkozhattak, hiszen a Challenger áprilisban startolt, és májusban már vissza is tért, míg ez a Soyuz T-13-as, ugye, ez pedig júniusban indult, és szeptemberben jött vissza, tehát így időben ez nem lett volna lehetséges, viszont a filmben ez annyira jól kijön, és annyira illik az egész sztoriba, hogy szerintem az ember így hajlamos egy kicsit így felülemelkedni, hogy a valóságban ez nem feltétlenül így volt. A filmkészítőknek azért elég jól sikerült feltupírozni ennek az űrállomásnak a problémáját, amit említettél is, tehát ugye meteorát találtak, különböző műszerek, szenzorok tönkrementek, elég, hogyha arra kis eldeformálódott kis fém csücsökre gondoltok, amit nagy bőszen kalapáltak egy fél napig. Ugye elöntötte a víz az űrállomást, ami ugye megfagyott, tehát én már azt vártam, hogy mikor fog még valami atomreaktor berobbanni ott, vagy nem is tudom, tehát nagyon robbanás volt, csak nem atomreaktor, tehát. Hát igen, de már ezt várhattuk volna, hogy még valami lesz ebben a filmben. Egyébként nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, ugye a kezdő jeleneteknél, mikor kiderül az, hogy baj van ezzel az űrállomással. Szerintetek ez a űrközpont, ahol nézik az űrállomást, meg ahonnan irányítják ezt az egészet, mennyire szovjet? Mert szerintem nem annyira. Pontosan ez jutott eszembe, hogy ez szerintem sokkal profibb, mint akkor volt, és egy kicsit talán még technikai eszközével, hogy ábrázolják, talán meg is előzi. Én gyerekként erre azért emlékszem ezekre a jelenetekre, de ez szerintem nem az, ami a valóság volt. Egy kicsit feltupírozott, és profibb, meg az egész, hogy ott olvas. Szóval egy kicsit olyan, ez olyan amerikanizált irányító központ volt az én olvasatomban. Nem csak a te olvasatodban. Engem igazából ezekre a bűnügyi tucatfilmeknek a rendőr őrseire emlékeztet, a matricázó ajtóval, a bőrcsek is főnökkel, annyira nem odaillő volt, nem szovjet volt, tehát semmi vörös csillag, semmi old school belső elem, tehát valahogy nem illett a képbe ez az egész. Annyira nyugatos stílusú volt, hogy én nem is értem, hogy miért ilyenre csinálták. Sehol egy Lenin kép falon. Ezt akartam, bocsánat, hogy megint belevágok, de itt is hiányolt már, bocsánat, elnézést, a Lenin képeket. Most nem, mint a Lenin elvtárs hiányozna annyira, jó helyen van, ahol van, de az a lényeg, hogy itt azért lássuk, hogy minden tanteremtől kezdve minden hivatali helyiségben, pláne egy űrállomás irányító központban ott kellett lenni Lenin elvtársnak, meg nyilván Marx, Engels, vagy valamilyen egyéb konstellációban nagy elődöknek, és ezeket ahhoz hasonlóan, hogy a Gagarin filmnél leszették, nyilván ennek azért megvan, hogy a dicsőséget ugye Oroszország
jogfolytonosnak érzi az egykori szovjet űrkutatásból, de az, hogy mondjuk ezzel összemossák az akkori rendszerre, azért arra figyelnek, hogy ne legyen, és én ennek tulajdonítom, hogy ezeket így azt mondom, hogy ilyen aktuál politikai, meg egyéb megfontolásokból leszedik a valóság ábrázolás során ezeket. Csak hát így a hitelességét veszíti el az egész, mert történelmileg nem hiteles. Igen, ez így van. Egyébként attól függetlenül, ugye azt kell mondjam, most még így általánosságban a Gagarin filmmel párhuzamba, hogy ugyanúgy rendkívül profin van az egész elkészítve, tehát hogyha valaki leül és nem tudja, hogy ezt melyik országban gyártják, ezt egy amerikai, nagyon profi űrhajós filmalkotásnak nézheti, hogy általában az van az emberek fejében. Iszonyatosan jó technikai megoldásokkal, tehát ugyanígy el kell mondani, hogy nem tudod, hogy mikor látsz egy valódi filmfelvételt, egy mostani űrállomás, vagy valami az, ami számítógépes trükkel van megcsinálva, a képi világ, a hanghatások, és ugyanúgy a színészi játék úgy szintén remek, azzal, hogy visszautalva, hogy itt egy kicsit ugye kifacsarják a neveket, meg azért így lehántják ezeket a politikai, de összességében számomra nagyon párhuzamba lehet állítani, meg hogy most mind a kettőt úgy újra néztem, ez így a kettő egymás után azért nagyon sok párhuzamot lehet felállítani. Nyilván az, hogy egy időben is születtek körülbelül. Mondjuk, hogy a szájuknak tényleg a képisége az nagyon zseniálisan meg van csinálva, mert ugye eleve kihasználták ugye azt a lehetőséget, ugye, hogy itt űrsétálni lehet, tehát ugye, és amiatt ugye, hogy miket láthatnak, tehát azt nagyon szépen megoldották, mert ugye Gagarinnak még ugye csak egy ablak jutott, de ugye az is teljesen jó volt, amikor nézte meg, ugye, hogy milyen érzés volt neki először érezni a világon, egy ember, aki először érzi a világon a súlytalanság állapotát, tehát azt a hatalmas nagy felfedezést, meg nagyszerű érzést, amit látunk ugye az arcán, amikor ő ezt ugye átélte, de a Szaljutnál ugye már ott sokkal bővebbek voltak a lehetőségek, ugye ott tényleg éltek azzal, hogy kimászkálhattak körbe-körbe az űrállomáson, tehát az, hogy hogyan történik valójában egy űrsét, ahogy mennyire kell figyelni, mennyire oda kell ügyelni, hogy oda csatlakozzanak, hogy mit láthatnak ugye, hogy hogyan történik a valóságban egy dokkolás, ugye, amit követjük mi is ugye sokszor ugye élőben ezeket a közvetítéseket, ugye legutóbb például ezt a Crew Dragont, ugye, hogy azt hinni az ember, hogy ez valami hihetetlenül lassú és finom munka, és mindig hajlamosak vagyunk elfelejkezni arról, hogy lehet, hogy a dokkolásnál ugye nagyon apró mozdulatokra van szükség, ugye, hogy sikeres legyen a csatlakozás, de hogy közben ez a két űreszköz valami iszonytatos sebességgel megy körbe-körbe a föld körül, és ugye ebbe a filmben ez nagyon jól visszajön, ugye, hogy egyik pillanatban látjuk ezt a finom, aprólékos munkát, a következő pillanatban, mint két Forma 1-es autó, úgy elsuhannak az izék, és az ember csak kapkodja a fejét, hogy ez most mi volt nekem, az, hogy belegondolsz, hogy akkor hogy lehetséges ekkora sebesség mellett ilyen iszonyú precíz munkát végezni, és ugye tudjuk jól, hogy szinte vakon, hiszen ez a dokkolás lehet, hogy nem volt a valóságban, de szerintem az egyik legzseniálisabb jelenete ennek a filmnek, hogy ez hogy történik meg, mármint a film szerint. Ugye említettük, hogy amerikai filmekben, vagy űrkutatással, csillagászattal összefüggő filmekben oroszok tűnnek fel, mindig ilyen idiótának ábrázolják őket, bevodkázva, és általában az van, hogy egy bunkós bottal átvitt értelembe próbálnak egy szeget beverni, vagy hogy mondjam, egy legfinomabb művelethez is kalapácsot használnak, és itt látszik, hogy a valóság ugye nem ez volt, hogy nyilván ott is megvolt, és ez nagyon szépen átjön a filmben, hogy szükség esetén az ilyen robosztus orosz technika mögött is azért nagyon finom megoldásokra voltak képesek, mint hogy ma is. A világ az nem fekete és nem fehér igazából. Hát de ugye lássuk be, hogy bocsánat, hogy ez ugye mindig át volt itatva, tehát hogy az űrkutatás mindig is azt mondom, hogy a műszaki és természettudományos háttéren túl egy politikai, meg katonai vonatkozás is volt, és nyilvánvaló, hogy emögé mindig ugye ideológiát is kellett tenni, meg propagandát, és ugye ezek köszönnek vissza a mostani filmekbe, és itt is. Hát, hogyha visszaköszön, akkor a vodka itt is visszaköszön ebbe a filmbe, tehát ezért ez szintén egy nem semmi jelenet, ugye, amikor a vodkás üveg előkerül az űrállomáson, és ez ugye felveti a kérdés, hogy lehetséges lenne egy ilyen, és ugye amikor a
Egyébként a főszereplő az ilyen tipikus, ilyen kiégett, sokadik veterán űrhajós, tehát Igen, egy ilyen, igen. ez a megyek az űrbe, aztán én, ahogy mondta, hogy még a szamarat is fel tudnám csempészni, ha akarnám az űrállomásra. És szerintem, tehát tényleg benne van ez a flash már, hogy ő ezt meg tudná csinálni, tehát ez, hogy békésen elvodkáznak, tehát az űrállomáson. Tehát, hogy ez... És hogy nem találja a helyét a földön. Igen, meg simán feláldozná az életét, annak ellenére, hogy lent családja van, tehát őnek ez nem okozna gondot, hogy ő akkor marad és menjen a másik haza, ugye amikor dönteni kell, hogy csak egy ember mehet haza, mert nincsen elég levegő. Igen, ő nem találja a helyét a földön. Tehát amikor volt az eset, amikor a feleségével beszélgettek, idéző beszélgettek, a felesége beszélt, ő pedig ugye bámult a plafon, tehát látszott rajta, hogy nincs jelen, hogy a feleségenek nincsen kivel beszélni, amikor kimentek az erkére, és akkor a csésze kiesett a kezéből le, és akkor valószínű, hogy egy macska közelében úgy olyan hallatszódott a nyávogása, és akkor mondta a feleség, hogy hát ez itt a föld, itt a tárgyak lefelé esnek, tehát hogy neki ez egy ilyen büntetés lehetett az, hogy a földön van, eltították a repüléstől, ráadásul a furcsa víziója miatt, tehát tényleg egy ilyen nagyon kiégett, nagyon depressziós, szótalan, mogorva ember az a főszereplő. Tehát nagyon-nagyon tipikus. Igen. Egy ilyen posztraumás stressz beszél, tehát amikor ez olyasmi az ő karaktere, mint amikor a háborúból visszatérnek a katonák, és nem találják a helyüket. Tehát ez a született július 4-én filmre, ha gondolunk, az pont erről szól az egész film, hogy mennyire nem találja itt a helyét a civil életben. És ahogy te mondtad, ez én is abszolút egyetértek, ő se találja itt a helyét, tehát egy percig se gondolkozik, amikor neki mennie kell, hogy ő visszamegy, és abszolút kézzel-lábbal megy, hogy ő ott lehessen. És nem okozza neki gondot, hogy ő ott maradjon, mert amikor emlékeztek, hogy felhívják ugye az űrállomást, és csak nekik vele közdik, ugye, hogy valószínű, hogy csak egy ember mehet vissza, és választani kell, hogy ki legyen, és ugye ő már akkor tudja, hogy akkor a másik fog menni. Tehát nem ez a pánik van benne, vagy ez a kétségbeesés, hogy úristen, meg kell halnom, hanem ez a hátradől lazán, és akkor minden rendben van. Meg nem az amerikai hozzáállás, amikor egy amerikai akciófilmet megnéztek, a főhős valahol, nem tudom, Tibetben él remeteként, vagy valahol egy indián rezervátumban, és akkor egy helikopterre leszáll, és akkor egy ilyen tábornok oda megy hozzá, hogy megfelkérje valami nagyon szuper titkos, hihetetlenül veszélyes misszióra, és akkor az elején mindig azt mondja a főhős az amerikai filmekben, hogy nem vállalom, mert befejeztem. És itt nincs ilyen. Említették ezt a víziót, ez mi volt? Miért tiltották el? Nem volt éppen a kor ideológiájának megfelelő. Angyalokat ne lássunk egy kommunista országban. Tehát... Az volt a baj, hogy nem, hogy nem vörös volt. Igen, ha azt mondta volna, hogy megjelensznek, mert hogyha fel lehet, hogy a két, a Marxnak meg Engels képe felvillant, hogy a távolban a... akkor lehet, hogy nem lett volna gond, de ő azt mondta, hogy angyalokat látott, és még 85-ben ezt nem tolerálták neki annyira. Mint jelen helyzetben egyébként szerintem abszolút nem jelentene ez már gondot. Ha most jelentenék azt az ISS-től, hogy angyalokat láttak, tehát mindenki úgy venni, hogy oké, okay, de 85-ben azért még nem kellett angyalokat. Lehet, hogy Lenin kép se volt, de azért angyalokat ne lássunk az elvtársak az űrben, tehát az nem jó. Igen, kommunizmus szelleme belengte az űrállomást is, hogy a... Ez volt a baj, hogy nem az lengte be, úgyhogy azért tiltották el. Úgyhogy... De egyébként az az érdekes, hogyha belegondoltok, amikor ketten voltak, és van egy ilyen finom célzás arra, amikor így hátra néznek a válluk fölött, akkor is ugyanez látszik. Igen, igen. Tehát ezt megkapja a fricskát a film, hogy akkor már mind a ketten láttak, csak ugye erről már nem beszélnek. Igen, ami még számomra érdekes volt így a karakterek szempontjából, hogy a másiknál is, hogy én ott ugye Hruscsovon kívül az összes döntéshozót, katonai vezetőt, stb. Ilyen viszonylag reális, és úgy mondom, hogy nem negatív figurának ábrázolták, de itt is, tehát itt is ugye föltűnnek azok a pártemberek, meg katonatisztek, ugye, akik döntenek esetlegesen arra, hogy induljon egy misszió, mi legyen, stb., de nem ábrázolják őket vérszomjas, vagy nagyon gyilkos fazonként, tehát ez is nagyon érdekes, hogy ebben én nem találtam ilyen nagyon-nagyon negatív vonatkozást. Amit meg én még konstatáltam, hogy vannak olyan jelenetek, ahol mutatják most például ez az orvosi rendelő, ahol a űrhajós társnak ugye éppen szülni készülő felesége megfordul. Hát ott viszont azért szerintem van egy kis szépítés, mert azok a rendelők, hogy mondjam, a Szovjetunióban vagy Oroszországban
kizártnak tartom, hogy esetleg ma van valamilyen méregdrága moszkvai fizetős magánorvosnál, de ezek egy kicsit azért eltúzottak szerintem, pláne az akkori visszavetítve. Pontosan megint itt visszaköszönt ez a kozmetikázás, tehát ahogy így elgondolkodtam, amikor néztem akár a rendelőt, de főleg inkább az űrközpontot, sokkal inkább el tudtam volna képzelni azt, hogy tudjátok, amik a régi, nagyon régi orvosi rendelőkben voltak ilyen hihetetlenül ronda, vagy fehér, vagy ilyen narancssárga üveges ajtók, meg ilyen kis válaszfalak, meg ezek a nagyon-nagyon szociál ajtók, ablakok, asztalok, meg mindenféle ilyesfajta berendezési táj. Tehát tényleg, mint a első-második osztályos gyerekkori általános iskola, vagy orvosi rendelő, de itt nem volt ilyen. Tehát nagyon nem odaillő volt ez az egész. Bezeg a Váci kórházban van ilyen orvosi rendelő a mai napig is, csak a szaljút filmre kell jutott. Hát ott kellett volna forgatni. Igen, egyébként teljesen reális lett volna. Tehát ott, nem hiszem, hogy voltatok, tehát amikor ott a szakrendelő meg a kórház között közlekedsz az alaksorban lent, fejed fölött csövek, amit te mondasz, minden megvan, hullóvakolat, narancssárga ajtó, mit tudom én, Lenin minden. Kép a falon. Teljesen. Az talán már nincsen Lenin kép, de fene tudja, mert ugye nem minden részen voltam, de hihetetlen. Tehát inkább igen, ott kellett volna forgatni, ez sokkal realisztikusabb lett volna a szegény Váci kórház alaksora, tehát egy hihetetlen. Tehát én nem akartam először elhinni, hogy tényleg arra kell mennem, amikor mondták, hogy de, arra menjek. Tehát mondom, hogy itt. Tehát, hogy persze. Igen, mondom. Oké, akkor. Hát igen, mondhatjuk, hogy esetleg a következő filmalkotásnál érdemesen esett tanulmányra eljönni ide Magyarországra a filmkészítőknek. Ugye kérdés, hogy lesz-e folytatás, ugye ez két különálló alkotás, elképzelhető, hogy feldolgoznak, nyilván az orosz űrtörténelem olyan, amit érdemes. Nyilván most ugye itt főleg két filmről beszélgettünk, de ugye számtalan dokumentumfilm, akkor nagyon klassz science fiction filmek is vannak. Itt tudom, hogy többen is ugye ezekből nagyon sokat megnéztünk, tehát egy kicsit ugye leszűkítettük erre a két filmalkotásra, mert ezek ugye elérhetők, és azt mondom, hogy így az átlag néző számára is, vagy érdeklődő számára is jobban befogadható, mint valami elvontabb régi alkotás, vagy technikailag nem olyan megfelelő. Egyébként, ha ilyen orosz film, tehát még ez a hiány, mit hiányol az ember, tehát szerintem még Tereskováról érdemes lenne forgatni egy filmet. Illetve Leonovról. Róla, igen. Igen, kettőjükről, tehát szerintem az alaksor még jól jöhet egyszer. Lehet. Vagy akár azt mondom, hogy a dugába tölt orosz emberes holdrepülésekről, de nyilván az ugye egy fájó pont. Na, mindjárt, de vannak ötleteik. Reméljük, hogy lehet, hogy meg is keresnek bennünket, úgyhogy szolgálnánk jó ötletekkel. Idézzük akkor Gagarint, szerintem az stílszerű lezárása lesz ennek a mai adásnak. Tehát ugye az a jó, ugye, hogyha ugye beszélünk, tehát ez a Gagarin, ugye mondtuk azt, hogy milyen közvetlen, és egyébként is egy ilyen roppant barátságos jó természete volt. Tehát ugye mondtuk ugye azt, hogy nem tudjuk biztosan, hogy mi alapján választották ki, hogy Titov vagy Gagarin vagy Titov, hogy van ilyen, szintén ilyen legenda arról, hogy ténylegesen a szimpátia alapján döntött el végül is Kuscsova fényképre rábökve, hogy ő legyen az, aki menjen, tehát a megnyerő személyisége, meg a mosolya kapcsán, és ugye pont emiatt az ő közvetlenségét érdemes, ugye így, ahogy mondtad, ugye felidézni, hogy hogyan köszönhette a landolása után a kedves Moszkva téren ünneplő tömeget. Ugye valami ilyesmi lehetett ez a Daragije Druzja. Diszkije, így neznek komiel gyógyiv sziasztrán, Ikan Tinyantov. Drága közeli barátaim és kedves ismeretlenek szerte minden országból és minden kontinensről. Ja ispitálba sójasztjásztje bígy pervim kaszmosze. Nagyon boldog vagyok, hogy én lehettem a legelső az űrben. Eta bá sóje átveszve nosz peret vszem cseluvécseszkom. Ez az egész az emberiség hatalmas felelősség. No, ja gavárju vám, daragije druzja, desvidánja, как всегда говорят люди друг другу. De most viszlátot mondok nektek, drága barátaim, pont úgy, ahogy az emberek elköszönni szoktak egymástól. Hát, műsorunk végére értünk, ez volt tehát a Planeta Quest negyedik adása. Szeptember 2-án indul ismét útjára a Parallaxis Podcast. Nyár folyamán ebben a mostani hármas felállásban találkozhattok velünk, legközelebb július 22-én. Köszönöm tehát a kedves hallgatóknak a figyelmet,
műsorvezető társaim Bardóczin Kossis Erzsó van, Kovács Gergő nevében. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu